Búzaszentelés Balkányban kezdetét vette a Magyarok Kenyere program idei akciója, tavaly rekordmennyiségű felajánlás érkezett. Vármegyei tűzoltónap, jubilál a Nyíregyházi Tűzoltóság, pénteken látványos felvonulás, szombaton tűzoltó erőpróba lesz a városban. Kreatív művészeti kiállítás, Masa Richárd háromdimenziós szobrai május 31-ig láthatóak a Városi Galériában Nyíregyházán. A búzatáblák megszentelésével kezdetét vette a Magyarok Kenyere program idei jótékonysági akciója. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében rekordmennyiségű felajánlás érkezett a gazdáktól, több mint 500 mását gyűjtöttek össze. A 2011-ben útjára indult kezdeményezésben szerte a Kárpát-medencében élő rászorulók kapják meg a búzából készült lisztet vagy kenyeret. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon a vetéseinkre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. A történelmi egyházak képviselői szentelték meg Balkányban a cseperedő búzát. A vármegye sok más szántóföldjéhez hasonlóan ez a terület is olyan, melynek terményeiből a határon belül és kívül élő rászoruló magyarság számára ajánlanak fel. A 2011-ben útjára indított Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke elmondta, minden évben növekedik a felajánlók száma Szabolcs-Szatmár-Berekben is, az eddigi csúcsot a tavalyi év hozta. 510 mázsa termény jött össze, amit itt 15 civil szervezetnek ajánlottunk fel, illetve Kárpátalján túl egy ilyen szociális otthonnak az üzemeltetéséhez járunk hozzá, anyagiakkal is, illetve ezeket szoktuk vetőmaggal is támogatni, mert ők maguk gazdálkodnak, illetve burgonyával, a almával az őszi betakarítás időszakában. Mindig, ami éppen érik, ahhoz gyűjtögetünk itt a gazdálkodóktól, és egy-egy kis autóval átviszik a határon. A magyarok számos területen példásan összefogtak már, különösen igaz ez az orosz-ukrán háború kezdete óta. Közülük is egyik vezető helyen állnak a gazdák, akiknek eközben gazdasági nehézségekkel és az időjárás viszontagságaival együtt kellett megteremteni a mindennapi kenyeret. Hiszen hisznek valóban Isten áldásában, Istenhez fohászkodnak az időjárás kegyeiért, és elhiszik azt, hogy egy icipici búzaszemből mekkora termés lehet, a termés következtében az őrlés után megszületik a kenyér, és ha ismerik azt a magyar népmesét, amikor a kenyér mondja, hogy tűrjél, mert tűrtem én is, képesek tűrni, hiszen eltűrik a gazdaság rajtuk kívülálló nyomásának a lehetőségeit is, az olyan politikai eseményeket, amelyeket józan gondolkodású ember nem tud befolyásolni, és eltűrik azt az időjárási anomáliát is, amelyet sokszor tapasztalunk. A kenyér a legfontosabb összetartozást szimbolizáló ételünk, a Magyarok Kenyere program pedig az önzetlenség megtestesülése. Erről már Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke beszélt az eseményen. Ez a mai nap, illetve maga a Magyarok Kenyere program, illetve az, hogy majd búzaszentelés is lesz, én úgy gondolom, hogy példát állít mindenki elé. Nem csak itt a vármegyében, hanem az országban és a határokon túl is. És ez a példa, ez reméljük, hogy ragadós lesz. Mert amelyről főigazgató is beszélt, az önzetlenségről, azt hiszem, hogy a mai világban az egyik legfontosabb emberi tulajdonság, amelyet gyakorolnunk kell. Az elhatalmasodó nehézségek ellenére a kárpátaljai magyarok élni akarnak, ehhez pedig a gazdáknak minden lehetséges segítséget meg kell adni, mondta Jakab István, a Magosz elnöke Balkányban. Az, ahogy a gazda nem csak fizikai értelemben termeli meg a gabonát, hanem lélekben is azonosul azzal, amit csinál, amit létrehoz. És a természet, ahogy ébred, úgy lélekben éli meg ezt a csodálatos folyamatot. Most ez az a lelkünkben való erős ünnep, ami hitünkből fakad, ami erőt ad a további munkához is, és ami erősíti a nemzeti összefogást. Az eseményen elhangzott, a gazdák önzetlen adományainak köszönhetően mára már több mint 100 000 gyermek és rászoruló éves ellátását biztosítják Kárpát-medence szerte.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy május 1-én a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. A nyíregyházi, kisvárdai és a nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, a nyíregyházi és kisvárdai ügyfélszolgálatok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok ezen a napon zárva tartanak. Idén 140 éves lett a nyíregyházi tűzoltóság. Ennek alkalmából a Szabolcsi Vármegye székhelyen tartja tűzoltónapi megemlékezését a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. Az eseménnyel összekötve első alkalommal hagyományteremtő szándékkal startol el a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróba is. 1884. márciusában mondták ki ténylegesen a Nyíregyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet működését. Ezzel kezdődött a városra és idővel az egyre nagyobb területre kiterjedő szervezett katasztrófavédelmi munka. A Nyíregyházi Tűzoltóság tehát idén ünnepli fennállásának 140 éves évfordulóját, ennek apropóján pedig pénteken és szombaton a Vármegye székely ad otthont a Vármegyei Tűzoltó Napnak, Szent Flórián napjához kapcsolódóan. Ez a tűzoltók életében az egyik legfontosabb nap. Ugye, tűzoltók számára ez egy ünnepnap. Elődeink is ugye, védőszentjünként tisztelték, és mi is védőszentünként tiszteljük Szent Flórián rakját, ugye, akit időszámításunk után ugye, 304-ben a Enz folyóba dobták bele, és vértanúként ugye, mártírharált halt, vállalva, ugye, felvállalva a kereszténységét, illetve a katonái mellé kiállt, és olyan eseményeket tulajdonítanak ugye alakjához, tehát egy óriási tűzvész például ugye pusztította abban, ahol szolgált abban az erődben, és az ő isteni erejének tulajdonították, hogy azon sikeresen felülkerekedtek ezen a tűzvészen. A tűzoltók ünnepi rendezvény sorozata pénteken indul Nyíregyházán koszorúzással, látványos felvonulással és elismerések átadásával. A rendezvényünk keretében, ahogy általában minden évben meg szoktuk koszorúzni Szent Flórián szobrát a Flórián téren, ezt most is meg fogjuk tenni. Május 3-án 9 órától tervezzük ezt a koszorúzást, ott egy állománygyűlés, egy rövid ünnepség keretében megemlékezünk Flóriánról, és onnan pedig a laktanyába, tűzoltó laktanyába, az ott elhelyezett emléktáblán, amit a Nyíregyházi Önkormányzat állítatott a nyíregyházi tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére. Ott tervezünk egy koszorúzást, még onnan pedig egy nagyon díszes felvonulást szeretnénk, ha tűzoltó kocsik kíséretében, rendőrségi felvezetéssel és hát természetesen a nyíregyházi Szabolcs Koncert fúvószenekar zenei támogatásával. Természetesen bízunk benne, hogy az időjárás ezt engedni fogja. Nem egészen két héttel ezelőtt lépcsőfutó versenyt rendeztek Nyíregyházán. A tűzoltók 20 kg többletsúlya 9 emeleten futottak fel a Bánki Donát középiskola külső lépcsőházában. A lánglovagok a tűzoltó naphoz kapcsolódóan szombaton újra megmérettethetik magukat. Hagyományteremtő szándékkal ugyanis első alkalommal rendezik meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát. A tűzoltósághoz hozzátartozik az, hogy fizikailag megfelelő állóképességben legyünk, és versenyek ugye megrendezésre kerülnek, országos nemzetközi sportversenyek, tűzoltó sportversenyek is. Ez amellett, hogy megmutatjuk kifele ugye a külvilágnak, hogy mit kell egy tűzoltónak ugye végrehajtani, mi várhat rá egy bevetésen, amellett egy óriási közösségformáló erőt is alkot, képez ezek az események. És mi már hát hosszú-hosszú ideje járunk versenyezni, és végül is régóta érlelődik ez bennünk, hogy igen, végre itt Nyíregyházán is mutassuk ezt meg, hogy mégis milyen egy ilyen tűzoltó verseny, ugye rendkívül színes kísérő programokkal fogjuk gazdagítani, fűszerezni a napot. Ezeket különböző társszervezetek biztosítják, így például az idén 25 éves Kelet-Magyarországi Speciális Mentők Egyesülete tart majd bemutatókat. Lesz gyereksarok és a tűzoltók is készülnek látványos produkcióval. Az erőpróba helyszíne a Kossuth tér lesz, ahová az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek versenyzők.
elkezdte az évente esedékes közegészségügyi homokcserét a Nyírvévé Nonprofit Kft. Nyíregyháza játszóterein. A városban összesen 86 homokozó található. A társaság a játszóterek rendszeres ellenőrzése és karbantartása mellett a homokozók tisztaságának megőrzése érdekében a gyermekek egészségére veszélyes szennyeződések és hulladékok eltávolítását teljes homokcserével biztosítja. A város közterületi homokozóinak tisztasága az idei évben több mint 200 köbméter sárga homok felhasználásával történik. A munkavégzés idejére a város üzemeltető a szülők és gyermekek megértését és türelmét kéri. A Lét folyamata címmel nyílt kiállítás Nyíregyházán a Városi Galériában. Masa Richárd alkotó késleltetett mozdulatok által háromdimenziós formává, szoborrá alakul. Ennek folyamatába is beavatja a látogatókat az alkotó a tárlaton bemutatott videókban. A kiállítás május végéig látogatható. Sosem lehet tudni, hogy mi és hogyan ragadja majd meg a gyermeki elmét. Masa Richárd multimédia művész gyermekként nem félt az Alien filmek képi világától, sőt, felnőttkori művészetének alkotásain is jócskán visszaköszön, minden idők egyik legélvezetesebb és legikonikusabb science fiction horror film sorozata. Animációs rendezőként egy rendszerhiba okán tárult fel előtte még egy út ahhoz, hogy ezt a lényt új perspektívába helyezze. Na most animációs rendező vagyok játékfejlesztésben, és állandó mindennapi hozzáférésem volt ehhez a motion capture-höz, az a mozgás rögzítő dolgokhoz. És egyszer kitaláltam magamnak, egy hiba révén létrejött az, hogy megismétlődtek a testek, a karakternek a testei, és mondtam, de jó, hogy ezt végtelenig ismétlem, akkor létrejön egy ilyen alien forma. És így indult az egész. Párizsba csöppent ez az agyamba, és ott elkezdtem ezt megbeszélni más művészekkel, és mindenki támogatott, és így létrejött a process sculpture, azaz a folyamat szobor nevű rendszer. A pénteken megnyílt tárlat a művész 25 évvel ezelőtt készült munkáit is bemutatja, melyek mostanra már más formát öltenek. A tárlatban megtekinthetők olajfestmények, szobrok és emberi mozgás alkotta műalkotások a nagy képernyőkön. Gyerekkorom óta mindig érdekelt az alkotás, és az első dolg volt, meg akarok tanulni rajzolni, hogy létrehozzak valami fantáziát. Akkor rajz után akartam, hogy színe legyen, azután akartam, hogy kijöjjön térbe, szobrászatot tanultam, utána meg animációt. Tehát a vége az volt, hogy egy egész skálát megpróbálok végigvinni, mindig egy újabb inspiráció. És ez miatt ennek révén egy multimédia művésznek nevezem ma magam, mert nem ragadok le egy médiánál, ha bár én mai napig szeretek olajjal festeni, agyaggal szobrászkodni, vasokat heggeszteni, csontokat, és ugyanakkor az animáció rendszer, az a digitális világ meg létrehozott egy új lehetőséget, hogy ez fizikai világból belemegyünk a digitálisba, ott csinálunk csodákat, és vissza kinyomtatjuk, mert van fönt a fönti teremben egy kis 3D nyomtatott szobor, ami ennek a process sculpture-nak a újra manifestálódott fizikai objektum, amit létrehozunk. Az is egy műalkotás. Masa Richárd kiállítása május 31-ig tekinthető meg a Városi Galériában, Nyíregyházán. A Szimbád színpadán mutatkoztak be a Majd Csak színpad fiataljai, akik az Animalitas Anime című előadással léptek fel a nyíregyházi közönség előtt. A jó részt egyetemistákból álló csapat tagjai közül négyen Nyíregyházáról származnak, ezért is volt fontos nekik, hogy itt is előadják az első produkciójukat. Négy rózsaszín sündisztocska, uzsis sacskója. Nagy izgalommal készülnek a Majd Csak színpad tagjai az Animalitas Anime című darab nyíregyházi előadására. A történet középpontjában Imi áll, a 13 éves kamasz fiú, aki úgy is élhetne, mint bármelyik másik osztálytársa. Imi azonban nagyon különleges gyerek, aki sokkal szívesebben lenne felnőttek közt, aki nem szeret otthon lenni, akit a család és az osztálya is épp úgy feszélyez, mint a legjobb barátja vagy a betegsége. Ladnai Lóránd Animalitas Anime című egyfelvonásosa a Fiatal Drámaírók Háza pályázatára született. Ott ismerkedett meg vele az előadás rendezője. Magyar Bogláka az ELTE végzős mesterszakos hallgatója. Bogi általános iskolás kora óta érdeklődik a színház iránt, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 4 éven át volt a színjátszókör tagja, ezért is akarták a fiatalok megmutatni az előadást a nyíregyházi közönségnek.
Nem én választottam a darabot, hanem a darab választott engem, ugyanis én ezzel 2023. februárjában a Fiatal Drámaírók Háza által szervezett okulári projekten, a Mítosz fordulón, én dolgoztam már ezzel az előadással, és ott a rövid változatát adtuk elő. Egyébként abban a mostani főszereplő is benne volt, és amikor kiderült, hogy ez a rövid verzió megnyerte a fordulót, és egész estéssé lehet bővíteni az előadást, akkor én egyből mondtam, hogy szeretném nagyon-nagyon megrendezni, és igazából az történt, hogy ez nem csak egy előadást élt meg, hanem egy egész évadra terveztünk vele. Akkor megyek suliba. Akkor én megmegyek dolgozni. A Majdcsak színpad egy sokszínű alkotóközösség, színészekből, egy orvostanhallgatóból, a Fiatal Drámaírók Háza egyik tagjából, egy testvérpárból és sok jó barátból áll. Mindenki a tudása legjavát tette hozzá ehhez az első, közös produkcióhoz. Magyar Eszter ikertestvérihez hasonlóan rajong a színház iránt, és annak ellenére, hogy Debrecenben készül orvosnak, szívesen dolgozik a csapattal. A próba folyamatokat igyekeztünk úgy tömbösíteni a nyári hónapok alatt, hogy a legtöbb színész ráérjen próbálni. Ez engem olyan formában érintett, hogy én Budapesten töltöttem most 2 hét nyári gyakorlatot, ami alatt igyekeztünk a lehető legtöbbet próbálni. Ezt követően a szeptember eleje, ami még egy kicsit engedékenyebb és fél év szempontjából is egy kicsit kedvezőbb, és utána pedig a hétvégeket céloztuk meg. Most már szerencsére ott tartanak ezek a próba folyamatok, hogy elegendő egy-egy hétvégét, egy-egy egész napos próbát rászánni az előadás előtt a darabra, tehát nem kell most már olyan aktívan feljárni Budapestre próbálni. A Majdcsak színpad tagjai úgy vélik, feltöltődnek a próbákon és a teltházas előadásokon. Támogatójuk még nincs, maguk szerzik be a jelmezeket, és a közönség adományaiból sikerül több helyszínre is elvinni az előadást. Elszenvedte 3. bajnoki vereségét a Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese az NB2 30. fordulójának záró mérkőzésén AEK-n kapott ki 1-0-ra. A tabella élén a Nyíregyháza áll 67 ponttal, megelőzve az 58 pontos Vasast. A Spari vasárnap a 6. Gyirmótot fogadja. 6 magyar és 2 határon túli U12-es futballcsapat részvételével rendezték meg a Kocsis Sándor Kupa fehérgyarmati tornáját. A győztes nagyváradi Juventus bejutott a július 2-ai országos döntőbe. A 2. helyet a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola csapata szerezte meg, a 3. helyen pedig a Nábrád végzett. A Ferencváros, a budapesti Honvéd és a Barcelona egykori játékosára, az aranycsapat csatárára, Kocsis Sándorra emlékezve rendeztek 8 csapatos futballtornát fehérgyarmaton. Az ötletgazda a korábbi barcelonai főkonzul Kovács Barnabás, aki 2019-ben a futballista születésének 90. évfordulóján indított el a sorozatot a katalán klub jóváhagyásával. A Covid miatt 2 év kimaradt, így idén 4. alkalommal írták ki a Kocsis Sándor kupát. Most Fehérgyarmaton kezdünk, lesz még reményeink szerint Mosonmagyaróváron, Megyaszón, Ózdon, aztán még mi néhány helyen, és akkor június 2-án lesz az országos döntő, tehát a fehérgyalmati rendezvénynek a győztese, az bekerül a június 2-i országos döntőbe, és aki ezt megnyeri, egyébként tavaly a Deák 2. volt, hajszálon múlott, hogy nem kerültek, tehát nem ők lettek a győztesek, mert a győztes meg részt vehet a Barca Akadémia Budapest kupán, ami augusztus végén lesz, és ott már olyan csapatokkal játszhat, mint az FC Barcelona, Girona, Partizan Belgrád, Hellas Verona, Ausztria Wien, Slovan Bratislava, tehát így nagyon veretes nemzetközi névsor csapatok jelentkeztek arra a kupára. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseknek köszönhetően a legkisebb településeken is jó körülmények között tudnak sportolni a gyerekek. Nagyon jó látni azt, hogy bármerre megyünk a vármegyében, akkor mindig, hogyha megállunk egy-egy településen, legyen az kis település, nagyobb település, vagy akár mondjuk a megyei jogú város, akkor nem nagyon találunk olyan helyet, ahol ne hallanánk a labdát pattogni valamilyen formába. És ez mind-mind annak köszönhető, hogy valóban a sport az egy olyan
olyan polcon van Magyarország kormányánál is, és természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében minden településen is, ahol kell lennie, hiszen azért ez hozzájárul ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljanak a gyerekek, és most már minden feltétel adott, hogy valaki bármilyen sportban, nem csak a labdarúgásban ki szeretné próbálni magát, akkor azt megteheti. És ez a cél, nem az van már, mint mondjuk a mi időnkben, hogy mi 40-en voltunk és jutott egy labda, most már úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt a sporteszközt, amit használni akar, hála Istennek, és jó látni azt, hogy ezzel élnek is a gyerekek, élvezik a gyerekek azokat a lehetőségeket, amit kapnak, jól érzik magukat a pályán. A házigazdák igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a torna névadójához méltó környezetben fogadják a csapatokat. Mindig öröm az, amikor egy rangos eseményt megszervezhet a város, és köszönet természetesen a szervezőknek ezért a színvonalas rendezésért, de mindent úgy igyekszünk megtervezni, hogy az a környezet méltó legyen egy eseményhez. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük ezt a sporttelepet, vannak hiányosságaink, de azért gyönyörű környezetben várjuk ide a sportolni vágyó fiatalokat. A tornát végül a Nagyváradról érkező Juventus nyerte, így ők jutottak az országos döntőbe. A második helyen a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Nábrád szerezte meg. Híradónk végére értünk, kedves nézőink, úgyhogy nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Búzaszentelő napot tartottak Balkányban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete és a Magosz közös eseményén a történelmi egyházak képviselői áldották meg a sarjadó gabonát, amely a Magyarok Kenyere program nyitó rendezvénye is egyben. A tavalyi évben a vármegyei gazdák 510 mázsa termény gyűjtöttek össze a jótékonysági akció során, amelyet a Kárpát-medencében élő rászólókhoz juttattak el. Idén lett 140 éves Nyíregyházán a tűzoltóság, ennek apropóján pedig pénteken és szombaton a vármegye székhelyen rendezik meg a vármegyei tűzoltónaphoz kapcsolódó rendezvénysorozatot. Pénteken a koszorúzás követően látványos felvonulással készülnek a tűzoltók, szombaton pedig első alkalommal rendezik meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát. A Kossuth térre az ország számos pontjáról, sőt határon túlról is érkeznek versenyzők. A megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás május 1-én szerdán, tájékoztatta a lakosságot az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A nyíregyházi, a kisvárdai és a nagyecsedi regionális hulladékkezelő központok, a nyíregyházi és kisvárdai ügyfélszolgálatok, valamint a nyíregyházi és mátészarkai hulladékudvarok viszont ezen a napon zárva tartanak. Kedves nézőink, Önök április 30-án kedden a Kölcsey Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb május 1-én jelentkezünk. Addig is várja Önöket a weboldalunk. És én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, holnapra pedig jó pihenést. Viszontlátásra! Szerdán alapvetően marad a szeles és kora nyáriasan meleg idő, csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, kisebb záporok csak az északnyugati ország részben fordulhatnak elő, csapadék keleten nem várható. A hőmérséklet maximumai szerdán 22 és 26 fok között alakulnak.